üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jönek is emlékeztető, ugye az előző videóban beszéltem arról, hogy hogyha újra szeretnéd élvezni a játékot, nem tudod, nem tudod hogy mitől veszett el az a varázs, pedig ugyanolyan jó játékos vagy, ugyanolyan megvan az a tudásod, csak valamiért mégsem kötsz ki ugye ott a toplista élén, hogyha befejeződik a játék, és hogyha újra el szeretnéd érni ezt a, ezt a bizonyos szintet, akkor, akkor lehetséges, hogy egy másik szintet kell meglépjél, egy újabb tudásbázist kell megszereznem, nem pedig ugyanazt ismételgetni évről évre, mert természetesen ö, az előbb-utom nem lesz kifizetődő, mert mindig lesz valaki, aki túl fogja lépni. Mindig van egy nagyobb hal, ugye ezt szokták mondani, és akkor abban a videóban mondtam, hogy hogy arról fogunk beszélgetni, hogy milyen az, amikor átlépsz ezen a bizonyos ajtón, és újra ö, oda fogsz tartozni a bizonyos 3% gamerhez, aki nagyon jól érti ö, a dolgát. Úgyhogy a, a játékról annyit, hogy hát Black Ops... Egy, nem tudom, nosztalgia érzésem támad, szerettem volna játszani valamivel, és uh, Múltkor ugye egyvé egyeztünk Klavival, és és annyira jól esett játszani Black Ops 1-ben, úgyhogy visszatért, úgyhogy ja, ezt láthatjátok most uh, Nagyon jó kis játékok lettek, amelyeket láthattok, úgyhogy uh, Ja, a lényeg úgy is, mondani való, de, de nem tudom, egyszerűen csak éreztem, hogy Black Ops 1 nem kell, és, és És jól esett, jól esett játszani, na uh, Miről fogunk most beszélni egy kicsit? Fogunk arról beszélni, hogy hogyan építsük fel magunkba egy struktúrálisan egy játékot, és, és hogy mi a legvégső kérdés a, a nap végén, amit, amit végül is meg is lehet kérdezni most. Tehát, azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy a legvégső kérdés a nap végén az, hogy jobb akarsz-e lenni, vagy sem. Tehát jobb akarok-e lenni, vagy sem többet akarok-e tudni, vagy sem, jobban akarok-e szórakozni, vagy sem. Szóval, hogyha sem a válasz, akkor valami sürgősen változtatni kell, vagy hagyni kell azt a játékot. És ha jobb akarsz lenni, akkor viszont el kell fogadni, hogy jó, ha bár jó játékos vagy, de van egy több, többet is tudsz tanulni azért, hogy jobb legyél. Mert az elég volt egy ideig, hogy jó voltál, de most már nem elég, és az az, ami elveszi a varázsát annak a játéknak, az, hogy észreveszed, hogy valahol-valahol mások kijátszanak téged, hogy apró csapdákat állítanak téged, pedig te ugyanazt a gyakorlatot csinálod, ugyanolyan jól tudsz lőni azzal a fegyverrel, ugyanolyan jól ismered azt a pályát, de valamiért valaki mégis ö, csapdát tud neked állítani, és ez szépen-szépen lassan ugye elkezdi Rombolni azt a bizonyos játékélményt, elkezdi rombolni azt a bizonyos tudásbázist, és érezzük, hogy valami hiányzik. Úgyhogy elsősorban érdemes feltenni magunknak azt a kérdést, hogy élvezzük-e mi még azt a játékot, élvezzük -e egyáltalán a játékot, és hogyha élvezzük, de nem megy, és tudjuk, hogy ott van, és te élvezed ezt a játékot, akkor ennél a videónál van a helyed, mert egy kicsit a fogunk beszélni arról, hogy hogyan épülünk mi fel gamerek, és hogyan épül fel egy játék struktúrája, és hogyan tolhatjuk ki azt, hogy élvezzük jobban a játékot, élvezzük hosszabb ideig a játékot, hosszabb ideig tartjuk meg azt a vezetést, vagy neten újra átvegyük a, a, azt a bizonyos pro gaming szerepet. Másoktól vagy azoktól, akik eddig uh, megelőztek. Ez nekem hosszú-hosszú évekbe telt, hogy rájöjjek, hogy, hogy, hogy így csinálj. Hát nem hosszú. Hát elég sokáig telt, hogy rájöjjek, amíg így csináltam, mert addig gyakorlatilag én is azt csináltam, hogy évente megismételtem azt, amit uh, a legjobban tudtam, és, és és bevált, és jó volt, mert, mert, mert működött. Aztán eh, eljött az a pillanat, amikor, habár bár élveztem a játékot, de mégse úgy ment, és nem tudtam, hogy miért, aztán később kidolgoztam egy eh, módszert, ami segített arra, hogy, hogy mindig újra benne legyek a top 3-ba, benne legyek a top 5-be, teljesen mindegy, vagy elsőnek kösse ki, de ott legyek a csúcson, és ott legyek, ahol jól érzem magam, és, és a többi, és a többi. Na, tudjátok, hogy miről beszélek, és a, Beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan vagyunk mi ö, gamerek felépítve, tehát. Ö, ott kezdődik, hogy van egy alapvető tehetségünk, ugye? Tehát az van, azzal születünk, az, az, az érzékelhetjük a játékot, azzal játszunk, stb. Na most ezt a tehetséget, ha fejleszteni szeretnénk, akkor tanulunk el, abból lesz az úgynevezett skill, amit tévesztenek a tehetséggel. A skill az a tapasztalat lesz. A tapasztalatunk ugye, és az elér egy bizonyos magassági szintet, többnyire mindenkinek elér egy magas szintet, és, és profi játékossá válik. Aztán, de ez mind együtt nem jöhet le létre, hogyha nem vagyunk ott fejben, Magyarul nem vagyunk ott lélekben. Teljes mértékben, hogy uh, kitapasztaljuk, hogy uh, mikor már túl vagy azon, hogy tudod, hogy milyen uh, lélekben, fejben ott lenni a játékban, tudod, hogy milyen úton kell megmenni, uh, hogy megtanult, és, ez, és ezek mind ott vannak, és ezeket mind elérted akkor egy kicsit úgy gondolom, tehát ez egy saját módszer, érdemes kipróbálni, aki újra szeretné egy kicsit följebb, újra ott szeretne lenni a toplisták élén. Ez egy ilyen saját módszer, én ezt így csináltam. Régebben, mikor még jó voltam abban, hogy alapvető tudást megszereztem a játékról, akkor olyan csináltam, hogy gyorsan végigmentem a szintekkel, mindenkit lepuffantott, amit kell, gyorsan szintlépés, gyorsan minden fegyver, gyorsan minden fegyverrel játszottam, jaj, de jó volt, senki nem tudott lelőni, senki nem tudott legyőzni, ú, de izé, profi voltam, és, és ez ilyen tök könnyű volt, és aztán később rájöttem, hogy a játék élvezete is rettenetesen fontos, mert egy játék nem csak abból áll, hogy kompetitívek legyünk és jók legyünk, hanem amellett élveznünk is kell azt, amit csinálunk, és ha nem élvezzük, akkor ugye fejben nem tudunk ott lenni. És ezért elkezdtem rákoncentrálni arra, hogy játék élvezet, azért, hogyha megvan a játék élvezet, megvan az a bizonyos adrenalin, akkor fejben, ott tudok lenni és koncentrálni tudok. És erről a bizonyos koncentrációról lehet, hogy másik videóban fogok már beszélni, hogyha lesz rá idő, akkor beszélek ebben, ha nem. nem. Mert ez is lényeges szerepet játszik abban, hogy hogyan tudjunk fejben ott lenni, és mi, mi szükségeltetik ahhoz, hogy fejben ott legyünk egy bizonyos játékban, mert nagy hangsúly van azon, hogy ott legyünk a top listán. De ez gondolom valamilyen szinten egyértelmű. Na mindegy, és, és akkor elkezdtem egy kicsit a játékot átalakítani ö, struktúrájában. Én egy olyan típusú játékos vagyok, lehet érdemes nektek is kipróbálni, hogy megjelenik a játék, elkezdem, elkezdek játszani, ugye feloldom a különböző képességeket, fegyvereket, stb., elkezdem kipróbálni mindegyiket, ami az adott szintnél feloldódik, lövök vele egy kicsit, megnézem, hogy milyen, oké, lerakom, aztán elkezdek egy kicsit még, tervszerűbben menni a dologgal, elkezdem kitapasztalni a pályákat, eleinte mondjuk csak arra a pályára járok föl. Ezt azért csinálom, mert utána, tehát a trükk az egészben ott van, hogyha egy pályát megtanulok egyszer hosszabb ideig, a következő pálya teljes mértékben új lesz. Vagy elkezdem megtanulni csak például alapmapokat, tehát ami a DLC-k még nincsenek kint, vagy kint vannak, de akkor is, amíg meg nem tudom az alapmapot, addig, addig, addig tanulom az alapmapokat, addig, addig megyek rajtuk, amíg fel nem fedezek valóban mindent. És amikor én érzem azt, hogy hát ez már nem ugyanaz, olyan az a map, ez már nem, úgy ismeritek ezt az érzést, amikor már érzed, ez nem valamilyen nem ugyanolyan, mint az elején volt, na akkor tudom. Akkor jumpo következő feladatra, következő térképre, a következő mapra, és azt is megtanulom. Tehát most ne felejtjétek, egy struktúrába megyünk végig. Tehát én, én speckó, először megtanulom a térképeket, azért tanulom meg a térképeket, egyenként például egyiknél jobban oda koncentrálok, mint a másiknál, mert azt akarom megtanulni, azért, hogy fenntartsam a saját érdeklődésemet. És mivel fenntartom az érdekle, érté, érdeklődésemet a pályá, az adott pályához, így aztán gyakorlatilag ö, fenntartom a fókuszomat is, és ezért toppon vagyok, és mindig hozom a topjáték, azt a topjátékot hozom, amit előző évben összeszedtem, azt a skillt, azt a tudásmázist, amit az előző években összeszedtem, azt a jó lövést, azt, a, azt a, trükközgetést, azt a valamit, azért hozom elő, mert a pálya, amit még nem ismerek, az ki fogja hozni belőlem, és itt van az új trükk. Ez az első lépés, amit szoktam csinálni. E, például, hogyha, kodnál, hogyha kodról van szó, de beszélnék Betöfinnől, és ez még rétegeltebb játék, ahol aztán olyan szintű kihívásokat találsz magadnak, ami fenntartják az érdeklődést. De ha a kodnál van szó, akkor például specifikusan rágyúrok pályákra, hogy olyan szinten megismerjem a pályát, amit más nem e, tud megismerni. Nos, e, nem igaz ez, mondjuk Black Ops 1-re. De, de a következő dolog pedig, onnantól kezdve, ugye, mindenkitől hallom, hogy így szoktátok mondani, hogy teljesen beszélünk, stb. a többiekkel beszélgetek, és szokták mondani, hogy uh, új, én most ezzel a fegyverrel lövök, most ezzel a fegyverrel lövök, mit tudom én, és, és sokszor azt hallom, hogy sokatok mindig csak egy fegyverrel lő és vagy mindig visszatér ahhoz a fegyverhez, amivel éppen jól ment neki a játék. A másik dolog, hogy például ilyenkor szoktam én számba venni a fegyvereket, és az összesen végig megyek, az összeset kimaxolom, mert, mert tisztán vagyok vele azzal, hogy egy fegyverrel jól bánjak, ahhoz el kell telnie legalább egy 300-400 killnek azzal a bizonyos fegyverrel, hogy megtanul tökéletesen bánni vele, megtanul jól célozni vele, és ez megint mit csinál? Uh, hozzájárul ahhoz, hogy fókuszáljak, hogy megtanuljak azzal a bizonyos fegyverrel lőni, és akkor itt már itt van a két dolog együtt, pályát tanulsz és fegyvert tanulsz, és és gyakorlatilag a kettő együtt olyan fókuszra készíteti, az agyadat, hogy mindig ott legyél a toppon, és amikor kezd összejönni a játék, mert kijön belőle, a már eleve ott lévő tudás, akkor elég csuda dolgokra leszel képes, és akkor szépen lassan végigmegyek minden fegyvere, minden fegyvert kimaxolok, minden szint kimaxolok, nem azért maxolom ki, mert kimaxolózi vagyok, és minden attachment kell, és nekem már pedig én meg kell, hogy csináljam ezt, mert nekem a kell az a szín, én nem azért csinálom meg, hanem azért, hogy, hogy egyszerűen még mindig meglen az a bizonyos érdeklődés és a játék iránt ezer óra fölött is. Például, ugye Code MV2-2000 akár hány órán van abban a játékban, és azért van annyi, mert szépen strukturálisan, szisztematikusan végigmentem mindenen a játékon, és miközben végigmentem minden egy csomó új trükköt és új szintet is tanultam meg belevinni a játékba, és útközben azért is szerettem meg ennyire ezt a játékot, mert minden játéknak van egy felszíne és van egy mélyebb réteg. ha például akár Battlefieldről beszélünk, akkor ott aztán vannak járművek is, fegyverek tömkelegével, ha kodról beszélünk, vannak kisztrikek tömkelegével, vannak pályák tömkelegével, és, és, hát vannak fegyverek is tömkelegével, mivel mindegyikkel alapvetően egy másik játék stílustra lehet fölvenni. És, és kodnál még struktúrába föl lehet venni, hogyha kiismertél egy fegyvert, akkor az, azt a fegyvert különböző játék szintekre is lehet vinni, hogy mennyire rassolsz, mennyire uh, taktikázol, vagy, vagy éppen mennyire tudod keverni a kettőt, megengedi a fegyver azt, hogy csináld ezt a kettőt. Szóval rengeteg, rengeteg uh, megoldás van egy játékban, és, és ezt erre akarok kívülni, hogy erre fókuszálni a gondolataitokat, hogy vegyétek egy játékot uh, struktúrájában. Az első lépés az, hogy kiélvezed magad kipróbálsz mindent, kicsodálkozod magad a grafikán, lősz mint a hülye, össze-vissza és és amikor érzed, hogy na most ebből elég volt, akkor jöhet a, a rendszerezés, akkor jöhet na, ezen a pályán ennek a részén még nem voltam, ezt megtanulom, itt e, megnézem, hogy ezzel a fegyverrel még nem lőttem, fú, bazd, meg, de nehéz lőni ezzel a fegyverrel, jobban kell figyelem, és, és, és a dolognak a lényegem ezért is itt lesz, és olyan, hogy még van egy kis időre, akkor beszélek, hogy ez az, ami, mert ugye lényeges, hogy játék közben, ha ott akarsz lenni a topon, ha élvezni akarod a, a játékot, akkor azon kívül, hogy tiszta fejjel kell lejátszani, fókuszálnod kell. Fókuszálnod kell, hogy, hogy, ott legyél az elsőben, és az első módszer, már a következőben arról beszélni fogunk, te, ja, igen, a következő videóban beszélek arról, hogy hogyan légy te a probléma megoldó, a játékban, és hogyan segít ez elő, hogy te ott legyél az önzrangisten. Szóval fókuszálod kell játék közben, mert ha fókuszálsz, elő tudod hozni a már szúnyadó tudást, ami még mindig ott van benned, csak eddig ugye nem akart kijönni, mert, 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 mert nem élvezted már azt a játékot. Ha megtalálod azt, amit még nem csináltál meg abba a, az adott játékba, azt a, azt a legutolsó feladat is kell, akkor az egy új koncentrációval ruház föl, egy új um, adalékot, ad az egészhez egy új üzemanyagot, amivel amivel kihozhatod mindazt a régi, régi tudást. Tudod miért? Mert például, hogyha egy új fegyvert kezdesz el próbálgatni, akkor azt mindig a hagyományos úton kezdjük el próbálgatni. A például most egy fegyverről van, szó. Szóval mindig a hagyományos úton kezdjük el próbálni. Kipróbáljuk a régi trükkeinket, hogy működik-e ezen a fegyveren, ezt akarom mondani. És akkor rájövünk, hogy hát vagy működik, vagy nem működik. Ha nem működik, ugye az a az a szopás esetel, mert új trükköket kell kifejleszteni, mert például egy submachine nem úgy futkározunk körbe koltban a pályán, ahogy egy light machine gunnal. Egy light machine gun azért egy kicsit óvatosabbnak kell lenni, és jobban toppon kell lenni a reflexel, hogyha szorult a helyzet, és, és és teljesen más trükköket kell alakítani, és nem veszed észre, de alapvetően, ugye, mivel hogy fókuszálsz az újra, az új, az új dologra, hogy kitanult, új dolgokat fogsz megtanulni úton-útközben. A pályaszekció, ahol eddig úgy játszottál egy submachine gunnal, hogy rohantál, mint az őrült, light machine átalakítja. Ugyanaz a pálya más értelmet vesz föl egy light machine Miért van az, hogy ö, nem úgy rászolunk egy... Ö, Assault rifle mint egy, mint egy Light Machine no, Miért van az, hogy nem újrásolunk egy uh, submachine mint egy, mint egy Assault rifle -el? Mert tisztább, például, mert tisztában vagyunk az, hogy Assault rifle -l. távolabbról is le tudjuk szedni, biztosra az ellenfele, de Sub Machine gun ne. még közelebb kell menjünk, mint Sub A játék uh, struktúrákon, nem beszélve arról egyes játékokban, mint például Battlefield, uh, a Battlefield, a fegyverek egyedisége, tehát mondjuk Light Machine n belüli uh, fegyverek is váltakoznak, ahogyan kell lőni. Cségó, uh, vagy alapvetően a cség. fegyverek külön lövés van, és, és, gyakorlatilag a kodnál is uh, játékstílusoknak fegyverek, fegyverek, más játékstílus tudnak átadni a kezedbe, és arra kell rámenni, amit még nem csináltál. Ha ez abból áll, hogy hogyan kell trükkösen dobálni gránátokat az egyik pálya végéből a másikba, hogy eltaláljan tutira egy ellenfelet, akkor abból áll. Ha abból áll, hogy hogyan kell végül késsel a pályán, akkor abból áll. De azt a stílus, azt a a challenge-et kell megtalálni a játékban, amit még nem csináltál meg. Azért, hogy fókuszálnak a gondolataid, hogy hogyan kell azzal a dologgal megtanulni. És, és Higgyétek, egy kurva sok minden van egy játékba, ami, ami uh, meg lehet így, ki lehet játszani benne. Szóval egy 1000 óra, 1500 óra tapasztaltnak mondhatod magad, de közel sem tudsz mindent. És ez lehet a kulcs ahhoz, hogy újra fölkerülj arra bizonyos toplisra. Ez lehet az egyik, mert akkor a következő videóban beszélek arról, hogy hogyan fókuszáljuk a gondolatokat, vagyis hogyan legyünk azok a bizonyos probléma megoldók, amelyek segítenek ahhoz, hogy ott legyünk a, annak a bizonyos hangisának az elején, hogy újra ott legyünk, és ez, ez mert tényleg azoknak szól, akik tapasztaltabb játékosok, uh, tudják, hogy mennyi uh, erő kell ahhoz, hogy megtanuljunk valamit, és, és újra szeretnék előhozni ezt a skillt, hogy, 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 úgy működjön. Nos, köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, nekroklém voltam, sziasztok!